Sziasztok srácok, itt Nándi, és a következő ötletem van, hogy ugye megkérdeztem az előző sakkos videó után, hogy mit szeretnétek látni, és nagyon sokan írtátok, hogy ilyen alapstratégiákat, alapötleteket, alapszabályokat beszéljünk át, úgyhogy ez a rész, ez most nem egy játékkal fog eltelni, majd lesz az is, most volt 8 vagy nem is tudom 9 olyan rész, amikor játék volt. Úgyhogy most azoknak szeretnék kicsit kedvezni, akik azt mondták, hogy legyen egy kis tréning. Sokan mondtátok, hogy igazából az alapokat ismeritek, de azért én 1-2 percet rászánnék arra, hogy nagyon gyorsan elmondjam az alapokat, hát ha van közte olyan, amit nem tudtok. Úgyhogy akkor itt láthattok egy sakktáblát, ez egyébként a Chessmaster Grandmaster Edition nevű program. Ezt majd utána tudtok nézni. Egyébként azt hiszem Steamen is fenn van, meg a francba is már megint él ez a szar. Meg szóval elég jól be lehet szerezni, elég könnyen. Meg van egy csomó másfajta program is, tehát hogyha beírjátok, hogy sakk szoftver, akkor egy csomót ki fog dobni a Google. Na, szóval itt láthattok egy alap sakktáblát, ezt lehet kicsit arrébb pakolom. És akkor ugye mindig úgy kell felrakni, hogy a jobb kezednél alul fehér mező legyen, ez fontos. Meg sötétnek, sötétnek ugye ez a jobb oldala, mert ő itt ül fönt, tehát neki is jobb oldalán fehér mezőnek kell lennie. És akkor a tiszteket úgy rakod föl, hogy a sarokba mennek a bástyák, utána, ahogy haladsz befelé, két darab huszár, utána két darab futó, és mindig a királynő kerül a saját színére, és a király pedig az ellenkező színre, és akkor a következő sorban a gyalogok. És akkor nyilván ugyanez sötétnek. Tehát akkor a sarokba bástyák, utána, ahogy haladsz befelé, huszárok, futók, és a vezér neki is a saját színére, és utána a király. Tehát ez az alapfelállás. Na, hogyan mozognak ezek a tisztek? Ugye, hát kezdjük mondjuk a... Hát letörlöm a táblát. Ja, nem jó, várjál, hogy kell. Így. Kezdjük mondjuk a bástyával, szerintem az a legegyszerűbb. Ugye a bástya az függőlegesen vagy vízszintesen tud lépni gyakorlatilag bárhova. Hogyha egy tiszt van az útjában, akkor úgy üt, hogy a helyére lép és leszedi azt a tisztet. Viszont hogyha a saját tisztje van az útjában, akkor az utolsó mezőre már nem tud odalépni. Tehát ez elég egyszerű. Aztán a következő legyen mondjuk a futó. A futó az majdnem ugyanezt tudja, de az átlóban tud ugye lépni, tehát mindig csak a saját mezőszínét tudja elfoglalni. Ezért van belőle kettő, ugye az egyik ugye innen indul, a másik pedig innen indul, az két ellenkező mezőszíni futó, és nagy gyengeségük, hogy nem tudják a másik fajta mezőszínt elfoglalni soha. Nyilván ezek is ugyanúgy ütnek, és ugyanúgy tudnak lépni, tehát hogyha ez a futó le akar ütni a gyalogot, akkor a helyére lép, viszont ugrani nem tudnak, tehát ide nem tud lépni ebben az állásban, hanem csak idáig. Rendben. Aztán következik a vezér. A vezér az a legerősebb figura a táblán, az kombinálja a bástyák vízszintes és a futók átlós mozgását, tehát mindegyik helyre tud lépni, és ugyanúgy is üt, mint a bástya és a futó. Aztán a következő a király. A király az ugyanúgy tud lépni, mint a vezér, tehát minden irányba, de maximum csak egyet. Tehát a szomszédos mezőkre. Na most nyilvánvaló, hogyha mondjuk egy sötét bástya uralja ezt a sort, akkor a király az nem tud erre a három mezőre lépni, mert akkor az sakkba lenne. Tehát ugye a király az soha nem léphet bele a sakkba, és hogyha ő maga van sakkban, például így, akkor muszáj, hogy kilépjen egy olyan mezőre, amit nem ellenőriz ellenséges bábú. Tehát ugye a vezér... Hoppá, várjál, ez nem lesz jó. A vezér az ellenőrzi ezt, meg még ezt is. A bástya ellenőrzi ezeket, tehát ugye ide, ide, ide és ide nem léphet a király. Ezek vannak sakkban, ezek a mezők. Tehát akkor kettő közül választhat, például ide jöhet a király. Hogyha a király nem tud lépni sehova, akkor azt hívjuk matnak, tehát például, hogyha felrakom ezt az állást, az egy mat, hiszen a
bástya ellenőrzi ezt a sort, a vezér ellenőrzi ezt a sort, tehát akkor a bástya ellenőrzi ezt a három mezőt, a vezér pedig ezt a három mezőt, a király támadás alatt is van, és nem tud menni sehová, ahol ugye megmenekülne, ezt hívjuk matnak, ilyenkor van vége a játéknak. A következő az a huszár. A huszár L alakban lép, ezt úgy a legkönnyebb megjegyezni, hogy kettőt valamelyik irányba, és utána egyet vagy föl, tehát egyet a másik irányba. Tehát kettőt erre, aztán egyet erre. Kettőt erre, aztán egyet erre. Vagy kettőt erre, aztán egyet erre. Tehát ilyen L alakú lépései vannak a huszárnak. És tud ugrani, tehát hogy a huszár akkor is tud ide és ide lépni, hogyha a gyalogok útját állják, tehát ugrani is tud. Rendben. És akkor az utolsók a gyalogok. A gyalogok ugye a második sorról indulnak, sötétnek nyilván a hetedik sorról, most nem rakom fel az összeset, és akkor az első lépésben tudnak kettőt lépni, de nem muszáj. Tudnak egyet, vagy tudnak kettőt. Sötétnek is tudnak egyet, vagy tudnak kettőt. És akkor utána már mindig csak egyeket. És akkor ha egy gyalog eléri az utolsó mezőt, tehát az ellenfélnek az első sorát, akkor bármilyen tiszté átváltozhat, kivéve királlyá. Tehát huszárrá, futóvá, bástyává vagy vezérré, ugye leggyakrabban vezérré szoktuk alakítani. Rendben, akkor erről ennyit. Speciális szabályok. Ugye a király innen indul, és a bástya pedig innen indul. Hogyha még egyikük se lépett sehova, akkor lehetőség van sáncolásra, hogyha mondjuk itt van, innen indul a huszár, innen indul a futó, ha ezeket eltesszük az útból, akkor utána lehetőség van sáncolni. A sáncolás az azt jelenti, hogy kettőt lép a király, és a bástya rögtön közvetlenül a másik oldalára kerül. A másik oldalra is lehet, akkor is kettőt lép a király, és a másik oldalára kerül a bástya. Ez csak akkor lehetséges, hogyha a király nincsen sakkban, nem is kell keresztül mennie a sakkon, tehát magyarul ez a mező sem védett, és nem is érkezik bele a sakkba, és ő maga sincsen sakkban. Tehát ennek a háromnak mind szabadnak kell lennie, tehát például ha itt van egy futó, akkor nem tudok sáncolni, mert az egyik olyan mező támadás alatt áll, amin nekem keresztül kell mennem. Rendben. Akkor a gyalogoknak is van kettő darab speciális képességük, az egyikről már volt szó, ugye az az átalakulás, tehát hogyha ez a gyalog eléri az ellenfél utolsó sorát, akkor bármilyen tiszté átalakulhat. És van egy másik szabály, hogyha a gyalog eljut az ellenfél ötödik soráig, akkor előfordulhat egy olyan, hogy ez a gyalog ugye kettőt lép, mert az meg van neki engedve, mivel hogy az alapállásából indul, ezért léphet egyet, de léphet kettőt is. Ezt bejelölöm. Tehát ide lépett a gyalog. Ilyenkor, ugye, azt még nem mondtam el, hogy a gyalog az máshogy üt, mint ahogy lép. Mert ugye lépni úgy tud, hogy egyenesen, de ütni mindig a egyel átlósan szomszédos mezőt védi. Tehát, hogyha nekem itt van egy tiszt, mondjuk, akkor ennek a gyalognak három lehetősége van. Ugye léphet egyet, léphet kettőt, vagy leütheti a bástyát. Tehát átlósan ütnek, és mindig csak egy mezőt ütnek, hogyha ütés van. Na tehát, ezt nem kell ide, azt mondja, hogy ebben az esetben ugye a gyalog hová tudna ütni? Tudna ütni ide, és tudna ütni ide. És ez a fekete gyalog, ez keresztül jött egy olyan mezőn, amit ez a gyalog ellenőriz. Ilyenkor lehetőség van arra világossal, hogy leüssük ezt a gyalogot. De ez csak a következő lépés, tehát hogyha most visszarakom az elejére. Tehát most sötét lép, mondjuk tegyük föl, hogy ezt lépi, akkor nyilván alapból is le tudom ütni. Ha ezt lépi, akkor is le tudom ütni, de csak most. Hogyha lépek valami mást, mondjuk a királlyal, vagy tök mindegy, akkor utána már nem lehet. Ezt hívják úgy, hogy franciául, van ennek egy neve, egy francia neve, en passant ütés. En passant úgy kell leírni. Tehát ez a lépés közbeni ütés. Ez csak akkor lehet, miután megtolta sötét ezt a dupla lépést. És csak rögtön azután. Tehát, hogyha vársz egy lépést, akkor utána már nem lehet.
ez vagy most, vagy soha. És így. Tehát azt odaüt a gyalog, ahová a támadás, tehát amit ellenőrzött, és akkor ez a gyalog eltűnik a mezőről. Ez az en passant ütés. Jó. Hát szerintem ennyit a lépésekről, nagyjából mindent megbeszéltünk. És akkor nézzük meg most már, hogy milyen taktikák vannak a sakkban. Tehát ugye a lényeg az gyakorlatilag, hogy ugye megmattold az ellenfél királyát, de azt sokkal könnyebb elérni, hogyha több tiszted van, mint az ellenfélnek, több figurád. És akkor ehhez, hogy ezt elérjük, különböző trükköket tudunk alkalmazni. Az első ilyen trükk, amit megmutatok, az a villa. Hát villa az tulajdonképpen bármelyik tiszt tud villát csinálni, de kezdjük mondjuk a huszárral. Tehát ugye a huszár, az megbeszéltük, hogy úgy lép, hogy ellalakban. És hogyha ez a huszár most ide lép, akkor támadja mind a két bástyát, bástyáját sötétnek, és ezt úgy hívják, hogy villa. Mutatok egy nagyon gyakori hibát, ugye a megnyitásban. Tehát felkérek és tart egy kezdőállást. És akkor mit tudom én, kezdjük így a játszmát. Csak először átgondolom, hogy hogy is van. Ugye így. Jó, mondjuk legyen ez. Legyen ez. Legyen ez. És legyen ez. És akkor ez azért nem jó, így, mert ugye világos, le tudja ütni ezt a gyalogot. Hát ezt mondjuk inkább meglépem. Leütöm ezt a gyalogot, az ugye egyrészt sakk, másrészt támadja a bástyát, tehát ez egy villa, ezt úgy hívják. Kettős támadás gyakorlatilag. Ugye a királynak ki kell lépnie a sakkból, és akkor világos nyert egy bástyát. Ugye a bástya ez egy sokkal erősebb tiszt, mint a huszár, tehát ez világosnak sokkal jobb. Rendben. Bármelyik más tiszt is tud villát, természetesen. Tehát például, mit tudom, hogy felrakok egy állást. Egy random állást. Mondjuk legyen egy ilyen elsáncolt helyzet, sötéttel is, meg világossal is. Mondjuk a világos bástya legyen itt. Legyen itt egy vezér, legyen ott egy vezér. Mit tudom én. Legyen még itt is egy gyalog, legyen itt egy futó, és akkor legyen még itt egy huszár mondjuk. Na most ez egy olyan állás, ami hát elég valószínűtlen, tehát ez ugye túlrendezett, ugye itt nincs semmi, itt meg minden a helyén van, tehát ilyen állás nem hiszem, hogy ki fog jönni egy normális meccsben, de azért láthatjátok, hogy mind a két fél körülbelül egyenlően áll. Tehát ugye mind a kettőknek van vezérje, mind a kettőknek van bástyája, és mind a kettőknek van egy darab könnyű tisztje. Csak sötétnek egyel több gyalogja van, mégis, hogy ha most világos lép, akkor sötét veszít, mert van egy villa az állásban, tehát ugye a bástya az ellenőrzi ezt a mezőt. És a futó is ellenőrzi ezt a mezőt, tehát ketten vannak rajta, de csak egy tiszt védi. Ugye a sötét vezér védi, és ezért a futó leütheti ezt a tisztet, vagy ezt a gyalogot, és akkor ugye kettős támadása van a vezér és a bástya ellen. Tehát ez is egy villa gyakorlatilag, amikor egy gagyi tiszt, tehát hogy egy gyengébb tiszt, két erőset is támad. Hát nyilván sötét akkor jár jól, hogyha ezt a vezért próbálja meg megmenteni, és akkor világos nyeri a... Hát, tehát gyakorlatilag a cserét. Mert ugye a bástya az egy erősebb tiszt, mint a futó. Na most, ez volt a villa, vagy hívják kettős támadásnak is. Még a király is tud kettős támadást. Tehát mit tudom én, például itt van egy ilyen, itt van egy ilyen, és itt áll a király. Akkor a király, hogyha ide lép, akkor nyilván mind a két tisztet támadja, és sötét nem tudja megmenteni mind a kettőt. Tehát akkor még a király is tud villázni, tehát bármelyik tiszt. Ugye a gyalog is tud villázni például, hogyha itt van egy ilyen állás, akkor én ezt ide rakom, akkor mind a két huszár támadva van. Tehát ezeket mindig figyelni kell, csak oda kell figyelni arra, hogy megfelelően legyen védve a mező. Tehát például itt van egy ilyen állás, így,
akkor ezt a gyalogot nem biztos, hogy érdemes megtolni, mert ha csak simán megtolom, akkor leüti a futó. Tehát arra kell odafigyelni, hogy mindig legyen megfelelően védve az a mező, ahová én a villát akarom adni. Jó, tehát ez fontos, mindig legyen megfelelően védve, különben csak simán lecsapják. Ha most csapják le, akkor visszaütöm, és akkor jó, oké, ő levett egy gyalogot, de én meg levettem egy tisztjét. A következő trükk, amit megmutatnék, az a nyásra tűzés. A nyásra tűzés az azt jelenti, hogy van egy ilyen hosszú hatáskörű tiszt, tehát ami messzire tud lépni. Tehát mondjuk huszárral ezt nem lehet, meg királlyal, meg gyaloggal, de a három nehéz tiszttel, illetve két nehéz tiszttel meg a futóval, akik ilyen messzire látó figurák, azokkal könnyen lehet nyásra tűzni, ami azt jelenti, hogy van egy értékes figura, és mögötte van egy kevésbé értékes figura, mondjuk így. Kicsit felrakok más dolgokat is. Így. Na most ilyenkor mindjárt nem lesz jó pillanat. Várjál, nem jó. Legyen így. Szóval, hát a királyokat most nem rakom föl, teljesen mindegy, ez csak egy ilyen séma. Így. Szóval a nyásra tűzés az azt jelenti, hogy van egy értékes figurám, és mögötte áll egy kevésbé értékes figura. És akkor a bástya az úgy lép ide, hogy ugye egyrészt fontos, hogy védve legyen, mert különben a vezér csak simán lecsapná, de így most, hogy védve van, így ő megtámadom a értékes figurát. És ő neki nyilván el kell lépnie valahova, hogy ne vegyem le, mondjuk ellép ide, és akkor én le tudom nyerni a védtelenül maradt, gyengébb figurát. Tehát ez a lényeg benne, hogy ugye sötétnek védenie kell az erős figuráját, de akkor cserébe bukja a gyengébb figuráját. Ez a nyásra tűzés. Ezt ugye futóval is könnyen meg lehet csinálni, mert a futó is egy hosszú látókörű tiszt, tehát például, mit tudom én, ez az állás egy nyásra tűzés gyakorlatilag. Mondjuk a futó, tegyük föl, hogy innen lépett ide, és akkor ez egy nyásra tűzés, mert ugye a király az sakkban van, és ha ellép valahova, akkor le tudom nyerni a mögötte álló bástyát. Ezt jelenti a nyásra tűzés. Ennek az ellentéte a lekötés, amikor a kevésbé értékes tiszt áll elől. Tehát például kérek egy alapállást, azt mondja, hogy felállítok egy olyat, amikor kijött egy ilyen megnyitás, mondjuk, hogy ez itt van, na, kijött egy ilyen megnyitás, tök mindegy, hogy valahogy kijött egy ilyen állás. Ugye ebben az állásban világos lép, mondjuk, tud egy lekötést alkalmazni, hogyha a futóját ide teszi, akkor tulajdonképpen a vezérét hozzákötötte a királyához, sötétnek. Tehát ugye a vezér nem tud lépni, mert akkor sakba lenne a sötét király, és azt ugye sötét nem teheti sakba bele a saját királyát. Tehát ez a vezér most csak kettő helyre léphet. Ugye az egyik az ez, a másik pedig ez. Ide léphet a sötét vezér. De hát ugye mindegyik rossz. Ha ide lép, akkor is leszedi a futó. Ha pedig leüti, akkor is leszedjük. Tehát ez mind a kettő rossz. Tehát egy könnyű tisztért nyertünk egy nagyon erős tisztet. Tehát ez mindenképpen rossz sötétnek. Tehát ez volt a lekötés, amikor a könnyű, tehát vagy a kevésbé értékes tiszt van elől. Például, mutatok egy másik példát is, például itt van egy bástya, otthon ott van egy védtelen gyalog, és itt áll a futó. Akkor sötét meg tudja azt csinálni, hogy ide lép, és akkor mondjuk ez pont egy ezt elcsesztem. Ez pont egy nyásra tűzés, bocsánat, ez nem jó. Mert a értékesebb figura áll elől, és a gyengébb áll otthon, tehát ez nem jó, ez egy nyásra tűzés. A lekötés az az, hogy például itt van egy vezér, itt van egy huszár, és akkor sötét ide lép. Ez lekötés, mert ugye nem nagyon léphet el ez a huszár, mert ha ellép, akkor sötét leszedi a vezért. Tehát magyarul ez egy ilyen
lépésgátlás, egy ilyen immobilizer, nem tudom ezt most magyarul, hogy mondjam, tehát egy ilyen mozgásgátlás tulajdonképpen. Ez a huszár nem léphet sehova, különben a vezér hullik. Tehát ezt ugye hosszú látókörű figurák, tehát a futó, a bástya és a vezér tudja megcsinálni. Ja, egyébként most a kettős támadáshoz visszatérve, ugye a vezér az azért nagyon jó ilyen szempontból, mert nagyon hosszú, tehát ugye egyrészt minden irányban tud lépni, és sokat tud minden irányban lépni, tehát magyarul, mondjuk tegyünk ide inkább egy huszárt, akkor ha ez a vezér most ide lép, az ugye egyrészt sakk, másrészt támadja a huszárt. Tehát a királynak el kell lépnie, és akkor leütjük a huszárt. Tehát ezért jó a vezér, ezért nagy, ezért ő a legerősebb tiszt, mert hosszú támadásokat, tehát messze lévő helyzeteket is ki tud használni, és minden irányban támad. Tehát hogyha itt valahol hátul védtelen helyzetek alakulnak ki, akkor a világos vezér nagyon könnyen ide juthat, és akkor ilyen kettős támadásokra van lehetőség. Így van, és akkor az utolsó, amit meg szeretnék mutatni, az pedig a felfedett támadás. Ehhez én felraknék egy állást, mondjuk legyen az, hogy így vagyunk. Most egy rendes állást akarok felrakni, gyalogostul, meg mindenestül. Ja, ez így nem jó, várja. Így. És... nem is így. Így. Igen. Jó. Na most ez az állás, hát még mondjuk ide rakok egy ilyet, meg még ide rakok egy ilyet, mondjuk, tök mindegy. Na most ez egy, akár egy igazi állás is lehetne, csak kivéve, hogy sakkban van világos, de így nem jó, tehát így most már jó. Tehát ez akár egy igazi állás is lehetne, és világos ebben az állásban azonnal mattot tud adni, mert miért? Ugye az van, hogy a világos vezér az rálátna a királyra, hogyha nem lenne itt ez a világos huszár. Tehát magyarul ez a huszár bárhova lép, akkor az azonnal sakkot jelent a sötét királynak, mert a vezérnek az útja felszabadul. És világos mattot tud adni úgy, hogy ide teszi a huszárát. De nézzük meg, ugye ha ide teszem a huszárt, az egyrészt sakk, és a világos vezér ellenőrzi ezt és ezt a mezőt, és a huszár pedig ellenőrzi ezt a mezőt. Tehát magyarul a sötét király ugye ide se tud lépni a saját gyalogja miatt, a sakkot nem tudja kivédeni semmivel, ellépni sem tud sehova, tehát ez egy matt gyakorlatilag, ez egy felfedett sakk általi matt, tehát hogyha a huszár ellép akárhova, az sakk lenne, de hogyha ide lép el, az ráadásul matt, mert ezt a mezőt ellenőrzi a huszár. Tehát ez egy nagyon erős lehetőség a felfedett támadás, tehát erre mindig nagyon oda kell figyelni, hogyha egy hosszú hosszú látókörű tiszt helyébe teszek egy valamit, egy gyalogot mondjuk, akkor mindig oda kell figyelni arra, hogy az a gyalog nem tud ellépni úgy, hogy ugye sakk legyen, vagy támadás legyen. Tehát ugye most is az van, hogy ez a futó sakkot ad, automatikusan akárhova lép ez a gyalog. És ha én ezt a gyalogot megtolom, akkor az sakk, és ráadásul támadom a bástyát. És akkor vagy a sötétnek ugye a sakkal kell foglalkoznia, mert ugye a királyt nem szabad benne hagyni a sakkban, tehát ez a lapszabály, hogy a királya sosem lehet sakkban, és akkor világos leüti a bástyát. Na ennyit az alapokról, ezt szerettem volna elmondani, és akkor most megnézzük néhány ilyen alap ötletet a gyakorlatban. Felrakok egy végjátékot, tegyük föl, hogy ez az állás jött ki egy végjátékból. Ugye ez teljesen szimmetrikus állás, és világos lép. Ja, nem jó, bocsánat, rosszul állítottam föl, ide rakom ezt én. Nem, még így se jó, bocs, ide kell rakni, így, most jó. Tehát ez majdnem teljesen egy szimmetrik. Várjatok, még mindig nem jó, most lesz jó. Na végre, sikerült, csak sikerült felraknom ezt az egyszerűt.
Na így már teljesen szimmetrikus állás, és világos lép. És az a kérdés, hogy mit lépjen világos. Tehát, hogyha most állítsátok meg a videót, és gondolkozzatok el azon, hogy világossal ti mit lépnétek. Hogy kell egyáltalán, milyen állás ez? Tehát, hogy ez egy döntetlen állás, vagy világos rosszabbul áll, vagy világos jobban áll. Ha jobban áll, akkor miért áll jobban? Mit kell lépni ahhoz, hogy megnyerje? Ha döntetlenre áll, akkor mit kell lépni ahhoz, hogy döntetlen legyen? Tehát szerintetek hogyan kezelje világos ezt az állást? Mert most világos lép. Állítsátok meg a videót, és akkor nyugodtan gondolkozzatok rajta. Jó, mostanra már gondolom mindenki kigondolkozta magát, úgyhogy elmondom a megfejtést. A megfejtés az egy nyásra tűzés, ugyanis hogyha én idejövök és adok egy sakkot, akkor a királynak csak három helyre lehet jönnie. És bármelyiket választja sötét, teljesen mindegy, utána kapja a következő sakkot, és ez például kérem szépen, ez egy nyásra tűzés, tehát le lehet nyerni a sötét bástyáját, teljesen mindegy, hogy hova lép, leütöm a bástyáját, és ez egy nagyon egyszerű végjáték, tehát ugye világos, könnyen mattot tud adni a bástya és a király segítségével, azt majd később esetleg megnézhetjük egy másik videóban, hogy ezt hogy kell csinálni, ha szeretnétek. Jó? Akkor nézzünk meg egy következő feladványt, ez már egy kicsit nehezebb lesz, de még ezt talán meg fogjuk tudni közösen oldani. Azonnal felrakom, ez egy valódi állás lesz. Így, ez nem jó itt, bocsánat, ez se jó itt. Így. És így. Jó. Itt most mondjuk azt, hogy nem jó, mert világos sakkban van, bocsánat, ezt tegyük ide. Tehát kialakult ez az állás, ugye? Világos és sötét körülbelül ugyanúgy áll. Tehát ugye világosnak van egy gyaloggal több, meg egy könnyű tiszt, meg egy bástya, viszont sötétnek vezére van. Viszont egy gyaloggal kevesebb. Na most az egy gyalog plusz egy könnyű tiszt plusz egy bástya, az körülbelül ugyanannyit ér, mint egy vezér. Tehát ez egy nagyjából egyenlő állás. És akkor most világos lép. Ez egy nehéz feladvány, de azt szeretném kérdezni tőletek, hogy van-e valamilyen nyerő ötlet világossal? Tehát hogy tudja világos megnyerni ezt az állást? Állítsátok meg megint a videót, tehát akkor gondolkozzatok el rajta, hogy van-e valamilyen trükk ebben az állásban, ugye világos lép, és akkor állítsátok meg a videót, és akkor gondolkozzatok egy kombináción. Vagy esetleg olyan is lehet, hogy nincsen világossal egy előny, tehát hogy ez egy teljesen egál állás. Döntsétek el, tehát hogy állítsátok meg a videót, és döntsétek el, hogy ez egy nyerőállás, vesztőállás, vagy egálállás. De világos lép mindenképpen. Jó, akkor mostanra remélhetőleg mindenkinek megvan valamilyen válasza, és most megnézzük, hogy az a válasz, amit kigondoltatok, az jó-e. Na most ez az állás, ez teljesen nyerő. Tehát ez világosnak nyert állás, mert van egy nagyon szép taktika az állásban. Ugye nem beszéltünk még arról, hogy ezeket az alapötleteket, ezt a villát, kettős támadást, nyásra tűzést, lekötést, ezeket kombinálni is lehet egymással. Tehát, hogy egymás után két darabot hajtok végre belőle, na azok az igazán erős ötletek, mert az ugye nem annyira egyértelmű. Ugye ebben az állásban egyáltalán nem egyértelmű, hogy világosnak nyerő helyzete van. Mert ugye anyagilag, tehát tisztileg ugyanúgy állnak nagyjából. Mert ugye megbeszéltük, hogy a vezér az ugyanannyit ér, mint világosnak az összes többi előnye. Tehát nem egyértelmű, hogy világos jobban áll, pedig igenis sokkal jobban áll, mert egy nagyon szép kombinációt tud végrehajtani, ami kettő darab trükkből áll. Az első trükk az egy bástya áldozat. Tehát bástya E8 sakk. Ugye mi történik? Nyásra tűztük a királyt. Ugye a vezérhez. Hova léphet a király? Hát ugye ide nem, és ide sem, mert azt meg a huszár védi. Tehát ugye hova léphet? Hát leütheti a bástyát, nem látszik ez a zöld nyíl, vastaggal csinálom, úgyse látszik, akkor használok zöld mezőt,
és léphet ide is. Hát ugye egyértelmű, hogyha ide lép, akkor leütjük a vezért. Tehát az teljesen egy nyerőállás világossal. Eltüntettem ezt a sok szart. Tehát egyértelmű, hogy ugye sötétnek, hát sötét, hogyha kilép a sakkból, akkor csak leütjük a vezért. Tehát az nagyon nyerőállás lenne. Tehát egyértelmű, hogy sötétnek le kell ütnie a bástyát. De ez volt a célja világosnak, mert hogyha most ide adok egy sakkot, az kérem szépen egy kőkemény villa, kettős támadás a király és a vezér ellen. Tehát a királynak most megint ki kell lépnie a sakkból, és akkor a huszár szépen leüti a vezért. Na most, itt most ugye sötét fog lépni, tehát sötét nyilván rá fog játszani arra, hogy ez a huszár ez ne tudjon lépni sehova. Tehát jelenleg a huszár ugye kettő helyre léphet, ide és ide, csak ugye mind a kettőt védik. Mind a kettő védve van, ezért nyilvánvaló, hogy ez a huszár már elveszett. Tehát ugye sötét megpróbálja, hoppá, bocsánat, sötét megpróbálja megfogni ezt a huszárt. Tehát ide lépni és ide lépni, de világos okosabb ennél, és legalább egy gyalogot hát elkér érte tulajdonképpen, ha már úgyis el fogja veszíteni a huszárát, és akkor sötét visszajut, és világosnak van kettő gyalog előnye. A két gyalogos előny az óriási nagy, tehát azt muszáj megnyerni a világosnak. Tehát az egésznek az volt a lényege, visszarakom az eredetit, hogy olyan állást kényszerítek ki sötétből, ami nekem jó, tehát ugye most még nem tudok ide villát adni, mert az csak simán leüti világos, vagy sötét, de hogyha én ide lépek, akkor ezt a bástyát neki muszáj leütnie, és akkor pont olyan helyre kerül a király, ami nekem pont jó. Tehát ezt hívják kombinációnak. Ugye ez áldozattal jár, de több előnyt szerzek, mint amekkora áldozatot hoztam. Tehát áldozatot lehet hozni a mattadás kedvéért, vagy tisztnyerés kedvéért, pozíció előny kedvéért, tehát nagyon sokféle áldozat van. De az a lényeg, hogy a végén kifizetődjön. Tehát itt is ugye két darab kis tisztért nyertünk egy nagy darab tisztet és egy gyalogot, és akkor világos két gyalogos végjátékban van, amit simán megnyer. Tehát ez már egy nehezebb feladvány volt, szerintem. És akkor az utolsó feladat az a videó végén, az legyen egy gyalog végjáték, tehát tegyük föl, hogy van egy ilyen állásunk, mondjuk így, még a királyt kell feltennem, mondjuk ide, legyenek vezéreink is, mondjuk itt és itt, hát akkor a királysakban van, az nem jó, és azt mondja, hogy még egy pillanat türelmet kérek, ide is teszünk egy gyalogot. Hát mondjuk ez nem annyira jó, mondjuk tegyük ide. Jó, tehát ez már egy olyan állás, ami elméletileg kijöhet ugye egy rendes meccsből. Ugye nézzük meg az állást, ugye világosnak csak 3 gyalogja van, sötétnek pedig 5, de mind a ketten egy-egy lépésre vannak az átváltozási mezőtől, csak ez nem jó így. Jó, bazd meg, bocsánat, várjál. Ezt elcsesztem, ezt az egész állást, várjatok, pillanat. Hát csináljuk azt, hogy tegyünk még föl ide egy huszárt, és ide egy huszárt, és akkor megint az van, hogy ugye egál az állás, tehát ugyanúgy állnak, világos és sötét. Hát már ami a tiszteket illeti, tehát ugye látszik, hogy ugye sötétnek két gyaloggal több van, de mind a kettőknek van egy-egy olyan gyalog, ami az átváltozási mezőn től egy lépésre van. És akkor nézzük meg, hogy mi történik. Most világos lép, nézzük meg, mi történik. Tehát most világos lép, megint az lesz, hogy állítsátok le a videót, és gondolkozzatok el azon, hogy mit lépnétek világossal. Megvárom. Jó, oké. Tehát mostanra mindenkinek van egy ötlete arról, hogy mit lépne világossal. Ugye szerintem a leggyakoribb ötlet az az lehetett, hogy betoljuk a gyalogot, és akkor kérünk helyette egy vezért. Csak ez azért nem biztos, hogy ez a legjobb ötlet,
mert sötét is megcsinálja ugyanezt, tehát betolja a gyalogot, és akkor kér egy vezért. Sőt, előtte még az is lehet, hogy sakkot ad nekünk, és csak utána tolja be, tehát ez is egy lehetőség. Tehát nem biztos, hogy ez a legjobb lehetőség. Tehát akkor nézzük, visszarakjuk az eredetit. Igen, de most akkor mi a legjobb lépés világossal? Hát szerintem a legjobb lépés az az, hogy valóban be kell tolni a gyalogot, de nem vezért kell kérni, hanem egy huszárt. Miért huszárt? Azért, mert ez egy villát eredményez. Tehát ugye az sakk, és támadom a vezért. Hát ugye hova tud lépni az ellenfél királya? Ezt úgy hívják egyébként, hogy... nem tudom, csak angolul tudom, mindegy. Szóval, hogy nem vezért kérsz, hanem egy gyengébb tisztet. Tehát ez a alul átváltozás, minden under promotionnek hívják angolul, tehát ez a gyengébb tiszté való átváltozás gyakorlatilag. Tehát ez a tipikus esete annak, hogy a kevesebb több, néha. Tehát most jelenleg ugye sötét sakkban van, és támadom a vezérét is, tehát neki ki kell lépnie valahova, és akkor leütöm a vezért. És akkor tény és való, hogy most ő is be tudja tolni, és kérni egy vezért, de világos, ha megnézitek, nyert egy huszárt gyakorlatilag idézőjelbe téve, mert neki most így egy huszárral több van, mint az elején. Tehát oké, hogy most világos, vagy sötét visszakapta a vezérét, de én megkaptam itt egy huszárt, ami megmaradt, fönnmaradt a táblán. Tehát sötét itt rosszabbul áll ebben az állásban sokkal. Na most ezek olyan állások voltak, amiket csak úgy random felraktam. Lehet, hogy van ettől jobb lépés is. Tehát lehet, hogy mattot is lehetett volna adni valahogy. Nem tudom. Tehát lehetséges az, hogy itt van így az alapállás. Itt van az alapállás, amit az elején kérdeztem. És lehet az van, hogy ha én betolom ide a gyalogot, és sötét is betolja ide a gyalogot, akkor ugye utána világos lép, tehát elképzelhető, hogy valami olyan helyzet alakul ki, amivel azonnal mattot tudok adni, sőt, ráadásul pont egy ilyen helyzettel állunk szembe. Ugye a vezér ide az matt, ugye miért? Nézzük meg. Ugye ez a vezér ellenőrzi ezt a három sort, közben őt hátulról persze védik. Aztán ez a vezér ellenőrzi még ezt is, és ezt a mezőt is, és akkor a huszár pedig véri ezt a mezőt. Tehát ez egy matt gyakorlatilag. Aki látta ezt, és ezért vezért kért, akkor az teljesen jó megoldás. Tehát akkor én nekem egy szavam nem lehet tulajdonképpen onnantól kezdve. Tehát aki emiatt kért vezért, attól elnézést kérek. Mert ugye ez egy olyan feladvány, amit úgy random kitaláltam, csak úgy, egy pillanat alatt, tehát nem gondoltam át, hogy itt mi más lehetséges. De aki viszont látta azt, hogy itt vezér helyett huszárt kell kérni, és akkor kapod a sakk királynőt, annak is gratulálok. Tehát az egy nem túl egyértelmű ötlet, hogy ugye a gyalogbevitelnél huszárt kell kérni, az egyáltalán nem egy egyértelmű ötlet. Ez is egy kombináció. Tehát ugye, hát akkor én mára ennyit szerettem volna megmutatni. Hogyha ez így nektek megfelelő volt és tetszett, akkor írjátok le a kommentben. Ha pedig nem, akkor azt is nagyon szívesen látom, hogy miket kéne máshogy csinálni. Esetleg csináljunk-e valami nehezebbet, könnyebbet, lassabban magyarázzak, többet magyarázzak, stb. Tehát ugye ezt most ti kértétek így, hogy ez legyen így, egy ilyen oktató videó. Azt is nyugodtan megszavazhatjátok, hogy a következő lépésben, a következő videóban mit csináljunk. Lehet gyakorolni végjátékokat, átnézhetjük a megnyitási alapokat, a támadási alapokat, mit tudom én, hogy kell védekezni, hogy kell játszani a középjátékban, végjáték taktikák, kombinációk, ugye, amit a második feladványban láttunk, hogy két ilyen alapmotívum egymás után történő használata, olyat is nézhetünk. Hát szóval tulajdonképpen bármit lehet nézni, meccselemzést is, és akkor én szépen megmutogatom, hogy mikre gondoltak a játékosok, mit miért léptek. Tehát nyugodtan ilyen oktató jellegű
videókat nyugodtan kérhettek tőlem, vagy azt is szavazhatjátok, hogy térjünk vissza a ChessCube-os mérkőzésekhez. Nagyon szívesen veszek bármilyen építő jellegű kritikát, tehát mondom még egyszer, túl gyors, túl lassú, túl gagyi, túl nehéz. Bármit csinálhatunk, tehát a többség szava szent most tulajdonképpen, tehát szavazzátok meg, hogy mit szeretnétek látni. És akkor én mára köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!